Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma című hírmagazinunkat látják. Következzenek a főbb híreink röviden. Helyzetértékelés. A Fidesz-KDNP országjáró körútjának szentendrei állomásán Kocsis Máté tartott beszédet. Képviselőtestületi ülés. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról is tárgyaltak. Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Szombaton nem fogadja a lakossági hulladékot a Szabadkai utcai telephelyén a szolgáltató. A Fidesz-KDNP országjáró körútjának szentendrei állomására a párt frakció vezetője Kocsis Máté látogatott el. A politikus helyzetértékelést tartott a jövő évi parlamenti választásról és annak tétjéről. Dr. Vitályos Eszter a Fidesz országgyűlési képviselőjének meghívására kedden a Papszigeten. A jövő évi országgyűlési választás a rendszerváltás óta eltelt időszak 9. általános parlamenti választása lesz Magyarországon 2022 tavaszán. Ez a legfőbb témája a Fidesz-KDNP országjárásának. A Szentendrei Lakossági Fórum vendége Kocsis Máté, a párt frakció vezetője volt. Nyilván fél év múlva országgyűlési választások vannak, és elsősorban az arra való felkészülés a mai összejövetel célja, különös tekintettel arra, hogy akik velünk szemben állnak föl, a politikai ellenfeleink, azok úgy néznek ki, hogy a várhatóan a legnagyobb, legerősebb párt, a Demokratikus Koalíció és annak az elnöke meghatározó ember lesz a következő parlamentben, független attól, hogy kormányon vagy ellenzékben történik ez, és mindenután nem sejtjük, hanem tudjuk, hogy milyen az, amikor ő vagy ők kormányoznak, ezért azt nagyon fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmét mindenkinek arra, hogy van az országnak tapasztalata a gyurcsányi kormányzásban, független attól, hogy ki a miniszterelnök jelölt, hiszen amikor ők kormányoztak, akkor a 13. havi nyugdíj, a 13. havi bér, az adóemelés, a rezsiemelések, egyáltalán a 2006-os hazugságbeszéd, vagy azok a véres események Budapesten, amelyek történtek, mind-mind olyan szimbolikus események, amelyek nem ismétlődhetnek meg. És szerintem ezek a fórumok alkalmasak arra, hogy egyrészt találkozzunk az emberekkel, meghallgassuk a véleményüket, másrészt elmondjuk a saját álláspontunkat is, miszerint nem szeretnénk, ha a 2010 előtti kudarcos múlt visszatérne. A fórum háziasszonya, dr. Vitályos Eszter, Európai Uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő volt. Kocsis Máté frakcióvezető úr a vendégünk, az országjárás keretében érkezik ma este Szentendrére, amely egy nagy megtiszteltetés számunkra, hiszen ő, mint a Fidesz frakcióvezetője, ha valaki, akkor ő aztán igazán benne van a belpolitikai csatározásokba és vitákba, úgyhogy egy aktuális helyzetértékelést fog adni itt ma este a megjelenteknek. Én úgy tervezem, hogy én, mint az est háziasszonya, felvezetem frakcióvezető urat, fogok róla mondani néhány mondatot az eddigi munkásságáról, az eddigi tevékenységéről, aztán frakcióvezető úr megtartja a beszédét. Ez egy kicsit ilyen helyzetértékelés lesz, nyilván fog arról a munkáról is számot adni, hogy a parlamentben mire lehet még számítani a választásokig, illetve az elmúlt időszak eseményeiről, és utána azt tervezzük, igen, hogy kérdések, válaszokra is lesz idő. A szavazatok összeszámolása után az előválasztás második fordulóját Márki-Zay Péter nyerte meg. Az első fordulóban térségünkben, Pest megye 3-as számú választókerületében a Momentum képviselőjelöltje, Buzinkai György végzett az első helyen. A frakcióvezető kitért az ellenzéki eredményekre is. Szerintem teljesen mindegy, hogy ki a miniszterelnök jelölt. Mint mondtam, a meghatározó mindig az a parlamenti logika szerint, hogy kinek van a legerősebb frakciója, a legerősebb pártja, az pedig Gyurcsány Ferencnek van. Tehát értem azokat az elkerülő nyilatkozatokat, amelyeket a baloldali politikusok előszeretettel mondanak, annak kapcsán, hogy elhatárolódjanak Gyurcsány Ferenctől, de ez nem fog menni, mert a politika, főleg a parlamenti politika egy egyszerű szabály alapján működik. Akinek a legtöbb képviselője van, amelyik párt a legerősebb, az mondja meg, hogy mi a politikai irány. És ez most szomorú, sok baloldali számára is bizonyára, de ez bizony Gyurcsány Ferenc. Dr. Vitályos Eszter államtitkár, országgyűlési képviselőasszony azért tartotta fontosnak a Fidesz frakcióvezetőjének jelenlétét a fórumon, mert Kocsis Máté által a helyiek testközelből tapasztalhatják meg a mindennapi politikai élet hatásait, folyamatait. Egyrészt azt gondolom, hogy Szentendrének abban van nagy jelentősége, hogy a Pest megye 3-as számú választókerületének Szentendre a központja, mint legnagyobb város, és mint egyébként járásközpont is. Másrészt pedig azért, mert ő az, aki igazán testközelből, tehát azok a politikusok, akik a mindennapi politikai vitákban, politikai életben részt vesznek, azt gondolom testközelből tudnak információkat adni a megjelent érdeklődők számára. A Fidesz által elindított petíciós kampány módosult. A Stop Gyurcsány, Stop Karácsony szlogent felváltotta a Stop Gyurcsány, Stop Márki-Zay üzenet. Mi alapvetően győzelemre készülünk, mint mindig. A kampány, én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely bukása nem független attól, hogy a petíciós kampányunk, illetve az aláírásgyűjtésünk mögé ilyen sok magyar ember beállt. Ugye nagyjából 1 millió aláírás körül voltunk, amikor Karácsony Gergely megbukott. Azért folytatjuk, hogy Gyurcsány Ferencet is megállítsuk. Egyszerűen azt kell megérteni, hogy amíg nem tud a baloldal felmutatni Gyurcsány Ferencen kívül mást, akinek ereje, befolyása, jól szervezett pártja van, addig ugyanoda fogunk kerülni, mint 2010 előtt. Ez tetszik, nem tetszik, ez a magyar valóság. És a mi politikai feladatunk azon túl, hogy kormányozzuk az országot, az, hogy ne engedjük vissza a Gyurcsány-féle kurzust a hatalomban, már pedig nagyon oda akarnak jutni. Nyilván a politikai harc erről is szól, de ezek a fórumok tökéletes alkalmak arra, hogy emlékeztessük is az embereket erre, mert sokan bizonyára már elfelejtették, hogy milyen az, amikor Gyurcsány Ferencék állnak a kormányrúdnál. Nekem elég szilárd elképzelésem van arról, hogy a Pilis-Duna kanyart hogyan kell és hogyan lehet a legjobban képviselni. Én elsősorban azt a kampányt és azt a vonalat szeretném a továbbiakban is vinni, amit én kitűztem magam elé, és ez mindenképpen az, hogy az emberek között kell lenni, rengeteg programon, rendezvényen veszek részt, mindenki számára elérhető vagyok és nyitott vagyok, úgyhogy engem nem is azt mondom, hogy nem az motivál, vagy onnan határozom meg azt, hogy mi lesz az én politikai irányvonalam, de elsősorban azt szeretném véghez vinni, amit én elterveztem ebben a térségben. Kocsis Máté szerint Vitályos Eszterrel csak nyerni lehet. Maximálisan bízik az országgyűlési képviselőasszony esélyeiben. Eszter a létező legjobb jelölt. Egy nagyon okos, nagyon szorgalmas, nagyon fegyelmezett, és még csupa jókat tudnék róla mondani. Olyan képviselőnk, aki egyébként nemrég került be az országgyűlésbe, egy listás helyen egyelőre, de jövőre én azt gondolom, hogy az egyéni körzetnek is toronymagas esélyese. Nem csak azért, mert az ellenfele szerintem nem komolyan vehető ember, és nem is nézem ki az Eszter ellenfeléből, hogy jól képviselné a nagy erővel, határozottsággal, nagy munkabírással képviselni a Szentendrén és környékén élőket, hanem azért is, mert Eszter egy szerethető, olyan jelölt, aki az emberek szívesen adják a voksukat, egy nagyon megbízható és nagyon-nagyon szorgalmas ember. Én az Eszternél jobbat nem is tudok elképzelni a környékbelieknek országgyűlési képviselőként. Pest megye 3-as számú választókerületének elnökének felemelő, hogy ennyien támogatják a térségben. Egyrészt nagyon megtisztelő, a másrészt meg azt gondolom, hogy azzal az aktivitással, amit én mutatok a mi támogatóinknak, ők is úgy érzik, hogy van értelme dolgozni, van értelme küzdeni, hogy a polgári kormány maradjon a 2022-es választás után is. Úgyhogy elsősorban azt gondolom, hogy ezeknek az együttléteknek pont az az értelme, hogy erősítsük egymást, és erősítsük meg egymást abban a hitben, hogy van miért dolgoznunk, és hogy meg kell védenünk a közösen elért eddigi eredményeket. Dr. Vitályos Eszter államtitkár, országgyűlési képviselőasszony hivatalos oldalán köszönte meg a Fidesz frakció vezetőjének, hogy megtisztelte a fórum résztvevőit jelenlétével. Biztos abban, hogy az együtt töltött idő mindenki hasznára válik. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Honlapján és közösségi oldalán is tájékoztatja ügyfeleit, hogy az ünnepi hétvégén szombaton nem fogadja a lakossági hulladékot a Szabadkai utcai telephelyén. A hulladék udvar pénteken 7 és fél 4 között tart nyitva. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról tárgyaltak többi között tegnap délután a városatyák a rendkívüli képviselőtestületi ülésen. A grémium határozatképes volt. Egy hete tartottak a Városháza dísztermében rendes képviselőtestületi ülést. Október 20-án rendkívüli ülést tartottak a képviselők. Elsőként a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletről tárgyaltak a város képviselői. A településképi rendelet módosítását alapvetően a településképi törvény nyári módosításra tette szükségessé, ami ugye a hatáskör, a polgármester átruházott hatáskör rendezését kellett ebben rendeznünk, és akkor gondoltuk azt, hogy ha már a véleményezési eljárást le kell folytatni, és hozzá kell nyúlni a rendelethez, akkor a legszükségesebbek problémákat, a gyakorlatban fölmerült problémákat próbáljuk rendbe tenni. A szeptemberi testületi ülésen volt az ez alapján összeállított rendelettervezet a képviselőtestület előtt, a véleményezésre bocsátás előtt. Ezt követően ugye lefolytattuk a partnerségi egyeztetést, illetve az államigazgatási egyeztetési eljárást is. A mostani előterjesztés mellé csatoltuk a lakossági fórumnak a jegyzőkönyvét, amin összvisz 6-an vettek részt rajtunk kívül. Az észrevételek zömére, vagy hát mindegyikére írtunk választ. Én azt gondolom, hogy egyik sem olyan különösebben fajsúlyos, kivéve talán a magas tető, lapos tető kérdéskörét. Ehhez egy magyarázó ábrát is tettünk ebbe az összefoglalóba, ami mutatja, hogy reményeink szerint milyen hatásra és milyen változása lesz ennek a rendeletmódosításnak. Ugye jelenleg, tehát az alapállás az, hogy ahol magas tetős a kialakult környezet, ott most is magas tetőt kell létesíteni. Tehát, ahol lapos tető a kialakult környezet, például, mint Boldog Tanya lakóvezeti részén, ott továbbra is lehet a lapos tetőt a környezethez való illeszkedés alapján létesíteni. A magas tetős területekkel volt a gyakorlatban problémánk, mert hogy amikor magas tetőről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy mindenkinek a lelki szemei előtt ez a klasszikus 35-40 fok, 45 fok körüli magas tető jelenik meg. Ezzel ellentétben az OTÉK az már 10%-tól, ami gyakorlatilag egy 7 fokos tetőnek felel meg, azt már magas tetőnek, magas tetőként értelmezi. Így aztán a Pismány déli részén, tehát a lakóvezetbe tartozó területeken, ahol a kialakult építészeti karakter az, hogy magas tetős, ez a klasszikus magas tetős, ott is gyakorlatilag 7 fokos tetővel ránézésre gyakorlatilag lapos tetősnek kinéző házakat lehetett építeni. Emellé aztán kihasználták azt a jogszabályi kiskaput is sokan, hogy az épület tömegével játszva ebbe gyakorlatilag 2 teljes szintet bele tudtak szorítani, holott a szabályozás és az épület magasság meghatározása alapvetően nem ezt sugallta volna, és nem ez volt a célja, hanem egy földszint plusz tetőteres, a meglévő kialakult karakterhez illeszkedő épületeknek az építése. Az ábrán jól látszik, hogy az épület legmagasabb pontja az nem fog változni, az a szabály, vagy az a korlát, viszont az ahhoz képest eddig ugye ilyen házakat lehetett építeni, most pedig ilyen házakat lehet építeni. Tehát ez a építhető épületek kubatúráját nemhogy növelni, inkább csökkenteni fogja. Ezáltal csökkenni fog a hasznos alapterület is, így aztán kisebb házak fognak épülni. Boda Anikó, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője egy lakossági levelet olvasott fel a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelethez. A bevezetni kívánt rendelet alapján a jelenlegi városvezetés a 34. paragrafus 4/A pontja szerint 35-50 fok közé szeretné kötelezni az épített tetők hajlásszögét a kertvárosban, ami vélhetőleg magasabb épületeket eredményezhet. Ez a hegyvidéki kertvárosias területen nagyon nagy problémát okozhat, hiszen itt a kilátás nagyon fontos része az életformának. Láthatóan a jelenlegi tesztvezetés nem érte hegyvidéki területek dinamikáját, szellemi beállítottságát, hogy ez a terület picit más, mint Szentendre egésze. Érdekes módon ez nagyon jól működik Budapest hegyvidéki részein. Sokadik olyan rendelet kerülhet elfogadásra, zárójelbe szippantó rendelet, lakosság meg nem hallgatása, adótorony mizéria, Covid alatt az utcán sétálók tiltása, zárójelbe zárva, ahol nem hallgatják meg a lakosság véleményét, nem kérdezik meg őket, holott 2019-ig pont az ellenkezével kampányoltak. Miért a Pismányi Lakossági Fórum elé van időzítve a képviselőtestületi határozat megtárgyalása? Így esélyt sem adnak arra, hogy az itt élő emberek elmondhassák véleményüket. Egy lakos megkereste önöket panaszával, és a mai napig nem kapott választ. Szeretném megkérdezni, hogy mindenkinek válaszoltak-e a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen. Még mielőtt válaszolna a főépítész asszony, hát erre a teoretikus kérdésre nem lehet válaszolni, tehát hogy ha valaki nem kapott választ, akkor az mondja meg, hogy melyik beadványára nem kapott választ. Hát nyilván mindenkinek válaszolunk. Bocsánat, van egy lapostető hívő építtető, aki már nagyon sok telekkel kapcsolatban végigment ezen a folyamaton, és még az előző városvezetés által megválasztott és regnáló főépítésznél kezdte el ezt a lapostető mizériáját, és ott is elutasításra került. Tehát, hogy ez van ilyen, akinek valamiért a lapostető a mindene, és egy lapostetős házba szeretne lakni, de hangsúlyozom, az előző városvezetés sem támogatta a lapostetőt. Az, hogy a Pismányban kialakul egy lapostetős szerkezet, ami jelenleg nincs, vagy néhány kivételtől eltekintve nincs, az szerintünk nem szerencsés, mert sokkal nagyobb tömegű épületet lehet építeni, sokkal nagyobb hasznos alapterülettel lehet építeni lapostetőbe, értelemszerűen, mert négyszögletesek a szobák falai, mint sátortetővel. Mi szeretnénk megtartani a sátortetős szerkezeteket, és ott, ahol egyébként lehetőség van, mert alapvetően üdülővezet és ez a lapostetős rész, mint Boldog Tanyán lehetséges, ott pedig engednénk továbbra is. Az, hogy nem volt lakossági egyeztetés, az elmondta a főépítész asszony, hogy volt, sőt ez a lapostető, az egyik, bocsánat, nem tudom kiről van szó, de egy lapostetős mellett érvelő lakos és építető, azon részt is vett, és többször kapott szakmai állásfoglalást, hogy miért nem támogatjuk ezeket, vagy miért nem támogatja a főépítész. Az előző és a mostani sem támogatja ezt. És szerintem ezt jó lenne végigvenni és végig hangsúlyozni, hogy itt nem új dolgokat szeretnénk bevezetni, hanem a jelenlegi szabályokat szeretnénk még egyértelműbbé tenni, mert a jelenlegi szabályokat, ahogy főépítész asszony is mondta, ki lehet játszani. Ezt a kijátszási lehetőséget szeretnénk lezárni és ennek véget vetni. Kis Gabriella főépítész válaszolt a feltevésekre. A lakossági fórumon 6-an voltak jelen, rajtunk kívül. 2 építész, 2 olyan érdeklődő hölgy, aki nem szólt hozzá, illetve 2, hát mondjuk úgy, hogy laikus, tehát nem építész résztvevő. Az egyikőjük volt ez a lapostetőt nagyon erőltető lakos. Ott a lakossági fórumon nyilván az egy beszélgetős műfaj, tehát ott a felvetéseire kapott helyszínen választ. Utána másnap még e-mailbe elküldte az észrevételeit, gyakorlatilag ugyanazt, amit ott a lakossági fórumon is szóban elmondott. Az ő felvetésére adott válasz, az itt az előterjesztés mellék van csatolva valahányas mellékletként, és neki személyesen még azért nem ment ki, mert csak ez egy választervezet. Tehát amíg a képviselőtestület most el nem fogadja a rendeletet ezzel a szöveggel, illetve az arra észrevételekre adott válaszokat, addig az nem egy hivatalos válasz, csak egy választervezet. Ha itt most elfogadja a képviselőtestületet, akkor utána már meg tudjuk neki hivatalosan is válaszolni ezeket. A rendeletet fogadjuk el, az eredeti rendeletet egyetlen egy kiegészítéssel, amit főépítész asszony javaslatára a módosító indítványból befogadtam. Tehát az eredeti rendeletről szavazunk. Aki igennel szavaz, az támogatja a rendeletet, az összes többi az értelemszerűen akkor nem támogatja, vagy tartózkodik. Kérdem, szavazzunk. Nyolc igennel, 3 tartózkodással elfogadtuk a rendeletet. Köszönöm szépen. A második napirendi pontunk ehhez kapcsolódik, hiszen a rendeletet módosítani kell, mert módosulnak a eljárási rendek is. Ez követi le, ez a következő erőterjesztés, illetve a rendelet. Ehhez képviselőként van-e valakinek hozzászólása, kérdése? Nincs, akkor fölteszem szavazásra a rendeletet minősített többséggel, tehát aki támogatja, az igennel szavaz, az összes többi ennek megfelelően értelemszerűen más. Kérem, hogy szavazzunk. A szervezet működési szabályzatát elfogadta a testület, majd a fenntartható energetikai beruházások ösztönzése Óbuda-Békásmegyer, Újpest és Szentendre területén címmel elnyert pályázat megvalósítására konzorciumi szerződés aláírását is jóváhagyta a testület. A Pest megyei rendőrök több karavánt ellenőriztek az elmúlt napokban, és mindegyikkel szemben intézkedtek. A járőrök az elmúlt napokban az M0-as autóúton 5 járműszerelvényt is kivezettek a forgalomból. A sofőröknek összesen 850 000 forint bírságot szabtak ki a rendőrök, mivel a műszer mindegyik alkalommal túlsúlyt mutatott. Az egyik sofőr további 50 000 forintos bírságot is kapott, mert a szállítmányát szabálytalanul rögzítette a trélerre. A járműveket a rendőrök leparkoltatták, minden sofőr csak a szabálytalanság megszüntetése után folytathatta útját. A Pilisi Parkerdő ZRT pályázatot hirdet erdőgondnoki pozíció betöltésére. A munkavégzés helye az erdőgazdaság Gödöllői Erdészetének Galga Mácsai Erdőgondnoksága. A munkakör betöltéséhez szükséges pályázati feltételeket a Parkerdő weboldalán olvashatják. A motivációs levéllel kiegészített fényképes önéletrajzot a titkárság@pprt.hu e-mail címen fogadja a Pilisi Parkerdő. A pályázat leadási határideje október 30-a. Végül a várható időjárásról. Péntekre virradó éjszaka hideg front érkezik esővel, záporokkal. Napközben erősen felhős, borongos időre számíthatunk, kisebb eső, zápora Dunántúlon helyenként még előfordulhat. Csak éjszakon süthet ki hosszabb időszakra a nap. A nyugati, észak-nyugati szél elsősorban északon, északkeleten lehet élénk, olykor erős. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet, mindössze 11-16 fok várható a legmelegebbi órákban. Adásunk végén következzenek a főbb híreink újra röviden. A Fidesz-KDNP országjáró körútjának szentendrei állomására a párt frakcióvezetője, Kocsis Máté látogatott el. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról tárgyaltak többi között tegnap délután a városatyák a rendkívüli képviselőtestületi ülésen. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Szombaton nem fogadja a lakossági hulladékot a Szabadkai utcai telephelyén. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre Ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Fókuszban című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Szentendrén. A közösségi oldalakon is jelen vagyunk, kövessenek ott is minket. A munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!